Tartósan meleg és napsütéses időjárás volt az elmúlt napokban, hőségriasztás is érvényben volt, amikor is ajánlatos 11 és 15 óra között elkerülni a napon való tartózkodást. Bőrünk, szervezetünk első számú védvonala, vigyázni kell egészségére, a túlzott napozás, napégés káros. Nőtt a bőrdaganatos betegségek száma is, évente nagyjából 2400 új esetet találnak a szakorvosok. A melanóma kialakulásában sok tényező szerepet játszik, a genetikai háttér mellett az is, mennyi fény éri a testfelszínt. Az UV-sugaraktól legalább 30-50 faktoros fényvédőkrémekkel kell védekezni, erre hívják fel a figyelmet a bőrgyógyászok. A megfelelő faktorszám egy alapbiztonságot jelent, de aztán azt használni is kell. Érdemes a napozás előtt 30 perccel már felkenni az első alkalommal, és jó tudni, hogy 2-3 óránként már csökken a hatékonyság, tehát pótolni javasolt. Strandon 2-3 óránként újra kenni javasolt a testfelszínt, különösen, hogyha víz is érte, és arcon is. A nagy melegben az ételek tárolására is oda kell figyelni, a gyomor és bélfertőzések elkerülése véget. Erről 35 perc című műsorunkban beszélt a megyei tisztifőorvos, aki elmondta, a nyári táborokban, üdülőhelyeken fordulhatnak elő ételfertőzéssel összefüggő megbetegedések. Nagyon oda kell figyelni, hogy a tojásra, ami rendszeresen ilyenkor esetleg járványokat okozhat. Tehát a salmonella járvány az általában a tojással összefüggő megbetegedés. A tojásnak a héjára ugye rákerül a szennyeződés, ez a fekália, ami, hogyha jól meg van tisztítva egyébként, akkor nem igazán okoz gondot. Tehát pláne akkor, hogyha a tojás két oldalra meg van sütve, meg van főzve, ez nem jelenthet problémát. Sokkal inkább, ha nyersen marad az a bizonyos tojás. Tehát, hogyha lágy tojást készítünk, vagy tükörtojást, akkor bizony ott megvan az esélye annak, hogy akár fertőződhessünk. Fertőzéseket el lehet kapni fürdőhelyeken is, a termálvizeket fertőtlenítik, és mind a medencés, mind pedig a szabadvízi strandokon folyamatosan ellenőrzik a vizek tisztaságát. Az idei strandszezonban már nyitás előtt voltak laboratóriumi vizsgálatok. A megyei fürdőhelyeken, strandokon jó a vízminőség.